Megtartotta a nyílt napját a Gönczi Pál két tannyelvű általános iskola is. A szeptember óta a sportiskolaként működő intézményt Fekésházi Tibor mutatta be a szülőknek. A leendő elsősök pedig különböző foglalkozáson vettek részt. Egy, kettő, meg hát a sajátodat is levehetted volna, és akkor már három szalag, ügyes voltál. Na akkor még egyszer. A fogócskát szinte minden gyerek egyik kedvenc játékának tartja. A Gönczi Pál kéttannyelvű általános iskola nyílt napján is szívesen fogócskáztak a gyerekek az intézmény torna termében. A leendő elsősök a város szinte minden óvodájából eljöttek az iskolával megismerkedni. Keményfi Marcell jelenleg még az apró nép óvodába jár, de szeptembertől már ő is göncis diák lesz. Nagyon jól éreztem, mert ez a suli a legjobb. És még azért, mert sok gyakorlás van. Meg még, hogy a tanítónéni kedvesek. Meg még azért is, mert hogy mindenki a barátom lesz, hogyha majd ide fogok járni. A tanköteles korú gyerekek szülei az iskolaválasztást illetően ebben az időszakban nehéz döntés előtt állnak. Mindenki a legjobbat és a leginkább megfelelő intézményt szeretné választani csemetéjének. A Gönczi iskolában a szülők számára vonzó a két tannyelvű képzés. A sportiskola létrejöttével pedig tovább bővült a paletta. Ismerősök ajánlották, nagyon sok ismerősünk megelégedve beszélt róla, illetve vonzó volt a két tannyelvű sportiskola is, tehát hogy lehet választani. Illetve ha valaki mégsem orientálódna sem erre, akkor van sima osztály is, úgyhogy ez a két szempont. De főleg az ismerősök, hogy ajánlották. A nyílt napon kézműves foglalkozáson is részt vehettek a leendő tanulók. Volt olyan gyerek is, aki már a nevét is ráírta az általa készített darabra. Én már tudok írni, apa és anya tanított, és egy csokornyakkendőt készítettem. Míg az óvisok a játékos foglalkozásokon mulatták az időt, addig szüleik az intézménnyel ismerkedtek. Fekésházi Tibor mutatta be az iskolát. Az igazgató rávilágított, hogy a Gönczi iskola épülete a város egyik legszebb középülete, és nagy hangsúlyt fektetnek a tradícióra, valamint a konzervatív nevelésre. Az oktatás a fegyelem mellett gyermekközpontú és innovatív egyben. A fegyelmen túl még azért talán ki kell emelnem, hogy bár sok szülő most furcsálni fogja a pedagógus tisztelete. Ebben az iskolában járó gyerekeknek el kell fogadni, hogy itt egy főnök van, a pedagógus. Tehát itt az órán csak egy ember irányítat, az pedig a pedagógus. Az intézményben három képzési forma közül választhatnak a szülők. Valószínű, az iskola két első osztályt indíthat. A most jelen állás szerint az osztályok maximális létszáma 27-27 fő. Ebbe azt mondom akkor az 54 gyerekből három fele, két osztály, de háromféle képzésen vehet részt. Osztályok csoportra szerveződnek, és a megfelelő képzésre vonulnak. Együtt marad az osztály a főbb tantárgyoknál, magyar, matematika, környezet, egyéb, és a választott tantárgyakra pedig az osztályokból csoportokra szerveződnek. A sportiskolai képzésnél sajátos tantárgyi struktúrát vezettek be. Ezt a képzést választók a sporterkölcstan és a küzdelem és játék tantárgyak mellett tanulásmódszertant is fognak tanulni. A játékos délután a gyerekek számára közös énekléssel zárult Bigyóka bohóccal. Sem haj, sem láb tömbötől, kutakolj, mint a tököl, mert ez a sem haj, sem láb, kerülj a Gönczi Pál iskolát. Azt gondolta, hogy a fék három szövéré, és jelentén szült a fog, ottan sülnek a fék.